Tőzsdei folyamatokat elemző műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. Az utóbbi hetek eseményeiről Gáspár Attila közgazdásszal beszélgetünk. Az elmúlt hónapban lassult az amerikai gazdaság. Milyen jelek mutatnak erre? A legegyszerűbben azzal lehet válaszolni, hogy maguk a számok utalnak erre. Az amerikai GDP, a harmadik negyedéves GDP adat lett publikálva az elmúlt hét során, ami 2,8%-ra csökkent, szemben a megelőző időszakok 5% feletti növekedési ütemével. Tulajdonképpen az amerikai gazdaságot most megint ünneplik, hogy egy úgynevezett soft landingbe vagy puha földetérésbe került, és Greenspan jegybankelnököt elkezdték ünnepelni, hogy másodszor is megcsinálta a soft landinget, ugye 95-ben volt először, és tulajdonképpen most egy eléggé jó hangulat van gazdasági szempontból Amerikával kapcsolatosan. Az amerikai tőzsdék mozgására hogyan hatottak mindezek és a harmadik negyedéves vállalati eredményekkel kapcsolatos előrejelzések? A tőzsdék már nagyon régóta várták ezt a lassulást, na most azt tudni kell, hogy a lassuló, tehát nem gyorsan és nem dinamikusan növekvő gazdasági teljesítmény az általában nincs jó hatással a tőzsdékre. Tulajdonképpen ez a békés lassulás azt eredményezte a tőzsdéken, hogy semmiféle nagy krach nem történt, viszont hát fölfelé se tudtak a tőzsdék elmozdulni, már egy jó ideje egy ilyen stagnáló állapotban vannak. Többször reménykedtünk benne, hogy most már csak ki fognak törni, de hát ez nem történt, meg azóta se. Tulajdonképpen a gazdasági fundamentumokkal teljesen összhangban mozognak. Volt-e különbség a technológia és a hagyományos szektor viselkedése között? Igen, a technológiai szektor az kicsit nagyobbat esett, tehát tulajdonképpen az éves hozamát teljesen elvesztette a technológiai szektor. A hagyományos, régi stílusú vállalatok azért jobban produkáltak. A tőzsdei árfolyamok itt egy kicsivel talán fölötte vannak az évnyitásának, de itt se jellemző egy túl nagy hossz. Európa gazdasága és tőzsdei mennyire követték az amerikai trendeket? Az európai gazdaság is lassulni kezdett, de az a szépség hibája ennek a lassulásnak, hogy ez nem előzte meg egy 5% körüli növekedés. Ez a lassulás egy jóval alacsonyabb, olyan éppen hogy 3% fölötti növekedési ütemről csökken, most 3% alá. Azért Európa még nem érte el ezt az újkor gazdaságnak az áldásos időszakát. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb gazdasági mozgás, amit Európában láthatunk. Az európai tőzsdék valamivel rosszabb teljesítményt nyújtanak, mint az amerikaiak. Itt se jellemző semmiféle tőzsdekra, ugye, de igazi emelkedések sem. A mostanában nyilvánosságra került magyar makrogazdasági mutatók gyengébek a vártnál, és csak külső okokra vezethető vissza? A külső okoknak nagy szerepe van természetesen a magyar gazdaság gyengébb teljesítményében. Elsősorban ugye az egyensúlyi mutatókról van szó. A növekedés az továbbra is elég erős, az ipari termelés az továbbra is 20% fölötti növekedésről számol be, viszont az úgynevezett egyensúlyi mutatók, és ide tartozik elsősorban az infláció és a folyófizetési mérleg, ez a két egyensúlyi kulcs paraméter, amit figyelni szoktak, a befektetők is, meg a gazdaságpolitikai döntéshozók is. Na most mind a kettő kedvezőtlenül alakult, az infláció az stabilan 10% fölé visszaemelkedett az elmúlt napokban, tehát jelentősen fölötte van a kormányprognózisnak. A folyófizetési mérleg trendszerűen tulajdonképpen nem változott, annyi kedvezőtlen hatás érte a piacokat, hogy az elmúlt péntek során publikálásra került a szeptember havi fizetési mérlegadat, ami jóval gyengébb volt a várakozásoknál. Az elemzői konszenzus egy körülbelül 100 millió eurós deficittel számolt, viszont ennek több mint háromszorosa lett a valóságos szám, több mint 340 millió euró lett a hiány. Na most ismétlem, hogy ez egy adat, ugye az augusztusi az jóval jobb volt, jóval kedvezőbb volt a várakozásoknál, ez most kedvezőtlenebb, tehát ennek az adatnak nagyon nagy a szezonális ingadozása. Tehát egyelőre nem lehet azt mondani, hogy ez rossz, de minden esetre a pénteki napon a tőzsdék ezt elég kedvezőtlen módon reagálták le. Tehát a kedvezőtlen pillanatnyi adatot egy elég erőteljes áresés követte. A BUX Index újra visszakerült 8000 alá. Előző adásunkban a vegyipari felvásárlásokkal foglalkoztunk. Azóta, mintha enyhült volna a harc, és inkább az együttműködés módja került előtérbe. Ön hogyan látja ezt? Az előző adásban megpróbáltuk még csak kitalálni, hogy vajon mire megy ki ez a játék.
Most azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen egy-két tippünk elég jól bejött, mert azóta történt egy-két olyan sajtótájékoztató, meg közgyűlések, a TVK közgyűlése gondolok, ahol nyilvánvalóvá vált, illetve jóval kitapinthatóbbá vált, hogy valójában milyen szándékok vannak itt az egész felvásárlás mögött. Az volt az egyik tippünk, hogy az orosz vállalatok piacot akarnak vásárolni a magyar vegyiparba. Ezt tulajdonképpen egy sajtótájékoztatóban teljesen világosan le is szögezték, hogy igen, ők szeretnének a MOL helyett eladni a TVK-nak, illetve a Borsodkemnek alapanyagokat, szénhidrogéneket, ugye meg egyéb ilyen vegyipari alapanyagokat. És az is szemmel láthatóvá vált a TVK közgyűlésen, hogy továbbra is azért folyik itt a harc. A TVK-ról azt el lehet mondani, hogy továbbra is valószínűleg, hogy felvásárlások középpontjába fog kerülni az a bizonyos 12% körülbelül, ami nem jelent meg a közgyűlésen. Azt hiszem, hogy ez elég értékes stratégiai paket lesz. Az természetesen igaz, hogy az egésznek a hátterében valami fajta együttműködés van, hiszen mindenki termelni akar, az oroszoknak feltett szándéka, hogy a magyar vegyipari termelés az tovább folyjon, hogy a MOL RT az továbbra is tudja végezni a tevékenységeit, hiszen ez egy nagyon nagy felvásárló piac az ő részükre, az ő számukra. És nem csak a magyar piac, hanem innen a további elosztás is, tehát Nyugat-Európa felé való további terjeszkedésüknek is egy nagyon jó ugródeszkája a magyar piac, tehát valóban tényleg itt együttműködésről van szó. Az egy más kérdés, hogy mennyire szeretik egymást tulajdonosként a magyarok, illetve az oroszok, meg hogy kinek milyen érdekei vannak, hogy ezek hogy ütköznek, de hát tényes való, hogy itt a termelés megszerzéséért folyik a küzdelem. A MOL-t érinti az is, hogy a kormány végül is belement a jelentős gázáremelésbe. Igaz, szűkebb körben, mint amire a társaság számított. Hogyan értékelte ezt a piac? Igen, ez a döntés egy nagyon politikus döntés volt, egy tipikusan olyan, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Na most a piac annyira nem értékelte jól ezt a döntést, mintha az lett volna, hogy a kecske egye meg az egész káposztát. Tulajdonképpen a MOL árfolyama esni kezdett azóta, mióta ez a megoldás megszületett. Az 5000-es szintről visszaesett 4800-4700 köré. A kecske azért lakott ugye jól, mert történt egy áremelés, egy 43%-os áremelés, de a káposzta azért maradt meg, mert csak a nagy fogyasztó közületeknél, tehát körülbelül 550 magyar iparvállalatot érintő áremelés történt. A lakosság számára marad az a bizonyos előre eltervezett 6%-os emelés, illetve a továbbiakban pedig az infláció mértékével megegyező mértékű áremelés. A közületeknek viszont megtörtént egy elég radikális kiigazítás, egy 43%-os áremelés az ő gázfelhasználásukban. Szintén jelentős kormánydöntés volt, hogy a postabankot nem adják el, hanem partnert keresnek számára. Első körben az OTP bankértével kezdődtek tárgyalások. Hogyan reagáltak erre az OTP befektetői? Az OTP részvények első körben kedvezőtlenül fogadták ezt a döntést, azt lehet mondani, mert az árfolyam esni kezdett. Szakmai szempontból én azonban úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy jó döntés. A magyar bankszektornak tudnilik van egy olyan tulajdonság, hogy nekünk igazából nincs nemzetközi értelemben nagybanknak nevezhető bankunk. A legnagyobb OTP is tulajdonképpen egy kisbanknak számít. A világ tendencia az ugye egyértelműen az, hogy a pénzintézetek az egyre nagyobb szervezetek irányába, különböző egyesülések, felvásárlások útján az egyre nagyobb pénzintézetek irányába terelődnek. Egyszerűen itt arról van szó, hogy a pénzügyi szolgáltatások fajlagosan egyre olcsóbbá válnak a lakosság számára, ami ugye azt jelenti, hogy a fajlagos árbevételek egyre kisebbek a bankok számára, ezért egyre kisebb költségekkel működő, egyre nagyobb mamut szervezetek tudnak csak ezen a piacon megmaradni. Azt gondolom, hogy a lakosság számára is, a bankrendszer számára is, tehát az OTP, nem is a bankrendszer, hanem elsősorban az OTP számára, az egy hosszú távon mindenképpen egy kedvező lépés lesz, egy kedvező döntés lesz. Hát rövid távon egyelőre a piac ezt nem így gondolta, de itt egyáltalán nem biztos, hogy most ezért esett az OTP részvények árfolyama, minden esetre ez még nem vált egy pozitív tényezővé. Még egy dolog, amiért esetleg a piac ezt negatívan ítélhette meg, hogy a Postabank ugye legendásan nem volt egy nagyon jó bank az elmúlt időszakban.
tehát itt azért a cső céléről kellett visszahozni különböző állami tőke injekciókkal, tehát egy nem jól működő bank, az OTP ezzel szemben egy jól működő bank, tehát ez magának a szervezetnek egyfajta hígulást eredményezhet. De én úgy gondolom, hogy ezzel együtt hosszú távon mégiscsak inkább az előnyök fognak jelentkezni. A harmadik vezető tőzsdei cég a Matáv árfolyamát mi befolyásolta inkább, a cégről szóló hírek, vagy a távközlési szektor nemzetközi helyzete? Hát a Matáv ugye egy elég rossz teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, tulajdonképpen egy folyamatos esőtrendben van már több hónapja. Az elmúlt hetek során az 1200-as szintet tesztelte többször, ami egy elég régi dolog már, ugye ennél sokkal magasabban is volt a Matávnak az árfolyama. Tehát több mint kétszer ilyen magasan is. Ennek több oka is lehetett, egyrészt tényleg a nemzetközi telekommunikációs helyzet az olyan, hogy a tőzsdéken ezek most nem favorit papírok, és ebből benne van az, hogy ebbe a szektorban, abban a struktúrában, amiben a Matáv most van, már nincs igazi növekedési potenciál. A Matávnál is tulajdonképpen az ütközött ki, hogy nem tud növekedni ezen a módon. Lefölözte a kezdeti expanziónak ezeket a nagy növekedési időszakait, és hát most bizony valószínű, hogy előbb-utóbb profilt kell váltani, illetve módosítani kell az üzletpolitikán. Felvetődött olyan gondolat is, hogy nagy létszám leépítéseket kell például csinálni ebben a hagyományos üzletágban. A másik lehetőség pedig egy valamiféle üzleti áttörésre az, hogy próbálkozik terjeszkedni Közép-Európa irányába. Egyelőre a részvényárfolyam az nem biztató jövőt jósol a Matáv számára, de valószínűleg valamilyen módon ki fog keveredni ebből a vállalat. A napokban kezdődött meg a harmadik negyedéves gyors jelentések időszaka. Milyenek a várakozások a magyar tőzsdei társaságok eredményeivel kapcsolatban? Hát egy szóval ezt elég nehéz jellemezni, mert nagyon sokszínűek a várakozások, tehát a különböző szektorokra nagyon eltérőek. A vegyiparra például egy több mint 150-160%-os növekedés, annak a Borsodkém és a TVK-ra gondolok. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a tavalyi bázisidőszak, amihez ugye viszonyítjuk ezt a növekedést, az a vegyipari ciklusnak egy ilyen mélypontja volt. Egy alacsony bázisról könnyű nagy növekedést produkálni. Hát a Matávról beszéltünk, a MOL-ról beszéltünk, a MOL-nál ugye továbbra is ez a gázárrendezés a kulcs tényező. Ez a jelenlegi megoldás, ugye eddig körülbelül arról beszéltünk, hogy 100 milliárd a gáz, az a veszteség, ami a MOL RT-t azért éri, mert a hazai gázárak nincsenek megfelelően rendezve. Na most ez a rendezés, ami most kialakult, ez a nagyon szelektív áremelés, ez ezt a 100 milliárdot, hát becslések szerint olyan 40 milliárddal fogja lefaragni. Tehát még mindig egy jó nagy veszteség marad a gázüzletágon. Akkor a gyógyszergyártók között, tehát különbözőek szintén a várakozások. Na most az egyik cégről, a Richterről már ki is jött a tény, tehát megvan már a tény, nem csak a várakozás. A várakozások feletti 15%-os eredménynövekedésről számolhatott be, ez különböző tulajdonképpen egyedi ügyes húzásaiknak köszönhető, a lengyel piacon meg tudták szilárdítani a pozícióikat, az Égisztől is vár a piac egy 30% körüli növekedést. Hát az OTP-ről már beszéltünk, itt tulajdonképpen a Postabank lesz az, ami az OTP-nek a közeljövőbeli sorsát meg fogja határozni. Összességében elmondható, hogy a tőzsdén megjelenő magyar vállalati szektor egy átlagos a gazdasági növekedésnek megfelelő eredménynövekedést fog produkálni előreláthatólag. Gáspár Attila, köszönöm a beszélgetést. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, műsorunk új kiadásával legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!